Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága közokirathamisítás büntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A Budapest 6. kerület Podmanicki utcában található pénzváltó munkatársa feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 2016. május 21-én napon 10 óra 48 perc körüli időben bementek a pénzváltóba, hogy pénzt utaljanak külföldre. A személyazonossági igazolásra egyikük egy román személyigazolványt adott át, melyet a pénzváltó dolgozója hamisítottnak ítélt, amit közölt az igazolványt átadó személlyel. Ezt követően mind a két férfi a helyszínről eltávozott, és a hamisított román személyigazolványt a helyszínen hátrahagyták. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő férfiak személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopásbüntet miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. 2016. június 28-án 9 óra 20 perc és 10 óra 10 perc közötti időben a Budapest 6. kerület Andrássy út egyik kávézójának pincehelyiségéből különböző szeszes italokat tulajdonítottak el. A feltételezett elkövetők személy leírása. Az első elkövető 30 év körüli átlagos testalkatú, fehérbőrű férfi, haja rövid és szők és barna. Kék színű pólót, kék színű munkás nadrágot és sötét cipőt viselt. A másik elkövető 30-40 év közötti, közepes testalkatú, fehérbőrű férfi, haja rövid és fekete. Szürkés-kék pólót, kék színű munkás nadrágot és sötét cipőt viselt az elkövetéskor. A feltételezett elkövetők által használt jármű egy fehér vagy világos szürke színű ötajtó személygépkocsi, melynek jobb első kerekén az elkövetéskor nem volt dísztárcsa. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő férfi személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopásvétség miatt indított eljárást B. Melinda 23 éves budapesti lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2016. július 1-én 15 óra körüli időben a Budapest 6. kerület Aladi utca egyik lakóházának lakásába kulcsra nem zárt ajtón bement a sértett tudta és beleegyezése nélkül, majd onnan 200 ezer forint készpénzt tulajdonított el. A sértett a cselekmény közben megzavarta és szomszédjaival együtt megpróbálta feltartóztatni, azonban az elkövető a helyszínről elmenekült, de hátrahagyta táskáját. A táska tartalma alapján az elkövető beazonosításra került. A kiadott körözés alapján B. Melinda elfogása és gyanúsítottkénti kihallgatása megtörtént. A 6. kerületi rendőrkapitányság kezdeményezte az elkövető előzetes letartóztatásának indítványozását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!